A kortárs hazai kulturális élet olyan sokoldalú szereplője Závada Péter, aki több területen is alkot. A költő, drámaíró és zenész volt a Bencsvilla legutóbbi vendége kedd délután. Závada Péter 14 évesen először zenei karrierbe kezdett. A 20 éven át működő Kezdett Fiai zenekar egyik alapítója. Kovács Dénesnek arról is mesélt, hogy bár író édesapja Závada Péter, és édesanyja, aki művészettörténész kiállítás rendező volt, egy hagyományos művész életmódot és értékrendet mutattak neki. Ő más irányban kezdte keresni a saját útját. Akkor elkezdtem hallgatni ezeket az amerikai hip-hop számokat, meg rap számokat, és hallottam, hogy milyen elképesztően játékos az a nyelv, amit ezekben a számokban hallani lehet. És ezzel párhuzamosan pedig folyamatosan jártam felolvasó estekre, mert az édesapám nem tudott hova tenni engem, és akkor vitt magával, és hallottam mondjuk Parti Nagy Lajost, vagy Kovács András Ferencet, vagy tudom én, Váradi Szabolcsot, Tóth Krisztinát felolvasni, és akkoriban, ugye a 90-es évek közepe vége felé, ez abszolút egy ilyen játékos posztmodern stílus volt, menő a költészetben is. Tehát, hogy manapság sokkal komolyabbak a fiatalok versei, mint akkoriban. És akkor valahogy ez a két irány összekapcsolódott bennem. Saját bevallása szerint egy idő után a dalszövegírás már nem volt elég számára. Ezt a spektrumot szerette volna tágítani, amikor elkezdett versekkel foglalkozni. Ezeket 2009 óta publikálja, azóta pedig három verses és egy dráma kötete is megjelent. Az elmúlt években több színházi rendezővel is dolgozott együtt, szövegkönyveket ír vagy átír darabokhoz, de saját drámáját is színpadra vitték már. Valahol mégiscsak ugyanazokat a készségeket veszik igénybe ezek a feladatok, tehát mégiscsak az ember szövegekkel foglalkozik, úgyhogy nem is tudom, vagy nem is szeretem ezeket ennyire határozottan elválasztani egymástól. A vers az nagyon fontos számomra, az mindentől függetlenül állandóan jelen van az életemben. A drámaírás is ilyen, és a különböző színházi feladatok, amikre fölkérnek, azok pedig általában ilyen időszakosan, esetlegesen alakulnak attól függően, hogy épp mire van igény. Tehát ezek így gyakorlatilag folyamatosan, organikusan alakulnak. Amikor elkezdte verseit publikálni, még nehezebben viselte a kritikát, ma már jobban tudja kezelni. Édesapja szintén a kortárs irodalmi élet meghatározó szereplője, de Závada Péter kiemelte, ettől még nem jelentették meg verseit. Első művét például direkt álnéven küldte el a Holmi folyóirat szerkesztő bizottságához. Verseit több nyelve is lefordították az elmúlt években. Eddig ugye angolra, németre, románra fordították a verseimet, tehát leginkább az angolt beszélem ezek közül, és az elképesztően jó érzés, amikor látom, hogy angolul is működik a szöveg, és beszélek annyira angolul, hogy lássam, hogy ez mondjuk stilárisan hogyan alakul. Hát fantasztikus érzés, amikor az embert lefordítják, és látja, hogy ez működik, tehát most voltam nemrég Rotterdamban egy ilyen nagy nemzetközi költészeti fesztiválon, és akkor ott felolvastam az angol szövegeimet is, és nagyon jó érzés volt látni, hogy ez így eljut az emberekhez. Závada Péter jelenleg az Örkény Színházban dolgozik egy rendhagyó Rómeó és Júlia darabon, de van saját dráma ötlete, illetve verseket is ír. Következő kötetét 2020-2021 környékére tervezi. A zene az, ami jelenleg háttérbe szorult a prioritások között. A nyíregyháziak korábban már találkozhattak színházi szövegével. Födó a Hülyéje című vígjátékát dolgozta át a Balek címmel, Bíró Bencével és Fehér Balázs Benővel. Ezt a Móricz Zsigmond Színházban láthatta a közönség.